Szevasztok, ez itt a Sprezzatura by Bihari YouTube csatornája, engem Bihari Ádámnak hívnak, a mai témám pedig nem más, mint a színház intézménye, illetve a színházba járásnak a kulisszatitkai, mire érdemes odafigyelni, és hogyan érdemes viselkedni. Erről lesz ma szó. Színházba járni egy ünnep, és általában az ünnepekre felöltözünk. És azt látom, hogy amíg a színészek megtisztelnek minket a fantasztikus előadásokkal, hihetetlen alakításokkal, addig a nézőközönség nem igazán tiszteli meg a színészeket és magát a színház intézményét. Érdemes megnézni 20-30, inkább 30-40 évvel ezelőtt olyan fantasztikus fotók készültek, hogy a felöltözöttség az egy ilyen alapelvárás volt. Öltöny, ink, nyakkendő. És tök jó, hogy a világ lazul. Nagyon jó dolognak tartom, hogy nincsenek annyira már kőbevésett, merev szabályok. De azt gondolom, viszont vannak olyan pillérek, amiket érdemes megtartani, és érdemes belül kapaszkodni, mert ha ezek a pillérek eltörnek, vagy elvesztik a létjogosultságukat, akkor tényleg egy ilyen vad világ következik, aminek Magyarországon azért hihetetlen vadhajtások vannak. Így is mindent, amit a közéletben, a viselkedés vagy az öltözködésen lehet látni, azt gondolom, hogy ezeket az intézményeket még tényleg tisztelni kell, és jó lenne, hogyha tisztelet övezni. A viselkedésről meg nem is beszélek, illetve fogok, mert mindjárt arra is kitérek. De még mielőtt a viselkedést kicsit jobban górcső alá venném, a felöltözöttségnek azért vannak olyan alapvető szabályai, amik nem olyan bonyolultak. Sötét színeket használjatok, tehát sötét színű öltönyök, világos ingek, és hozzá egy sötét színű nyakkendő, mint amit mondjuk rajtam is láttok. Tehát ez a fajta kontrasztosság, amikor az ink, a nyakkendő és az öltönynek a szövete, a színe egyfajta kontrasztot ad egymással, ettől lesz valami elegáns. Nem a színházba kell a dendénedet megmutasd, hogy mennyire vagány vagy. A színházban mindig egy picit érdemes elcsendesedni, és egy kicsit hozzáidomulni az egész intézményhez. És azt látom, hogy emberek megérkeznek pólóban, farmerben, tornacipőben, persze mindig könnyű kifogást, hogy innen jöttem, onnan jöttem, eleve ebbe a nagy rohanásba azt gondolom, hogy a színházra fel kell készülni. Tehát az nem úgy beesel. És nyilván vannak élethelyzetek, nem erről beszélek, de a színházba járás az nem egy ilyen ad-hoc dolog, hogy ma az előadás 10 perccel megtudod, hogy éppen neked ma jegyed van. Nyilván lehet ilyen is, de alapvetően felkészülsz rá, mert egy ünnep. Szerintem sokkal jobb nekem is nézőként, amikor finom illatú, szépen felöltözött ember ül mellettem, nem aki előttem lehet olyan mosdóban rántott húsos szendvicsét éppen ott megette. És itt tényleg kérek mindenkit, ez nem társadalmi hierarchia vagy társadalmi megkülönböztetésről beszélek, korán sem. Az ápoltság, a higiénia, az a férfi igényesség 1.0. része, amit a könyvben is írok. Nem véletlenül ezzel kezdtem a könyvemet, hogy egyszerűen döbbenten tapasztalom, hogy 10 férfiből 7 büdös. Büdös. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező parfümöt használni, de az ember alapvető dolgoknak eleget tesz, akkor tényleg van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom, higiéniai elegancia, amit egy férfi tud magából adni, sugározni. Tiszta körmök, frissen mosott haj, már akinek ugye van, fogápolás, ezek mind-mind olyan dolgok, ami nem lehet eleget beszélni róla, mert a nap végén ez zavar leginkább. Amikor büdös mellettem valaki, olyan a szájszaga, hogy a ruhád leolvad rólad, mert a mustárgáz az ehhez képest egy ilyen finom kis könnyed délutáni matiné. Szóval ezek mind-mind olyan dolgok, ami már nem csak magadról szól, hanem ha a társadalomban ki akarod venni aktívan a részed. És ez semmi köze a pénznek, hogy van vagy nincs, fürödni, szappan, 1.0. lépcső. És ha tovább megyünk, az öltözködés, az azért megmutatja, hogy ki mit gondol egy eseményről, mit gondol egy társasági egy összejövetelről, és hiszem azt, hogy minden férfinek azért kell otthon lenni egy sötét öltönynek, egy szép hófehér ingnek, egy jól megkötött nyakkendőnek. Apropó a nyakkendő kötés mutatja meg, hogy a stílushoz vezető úton ki merre tart. Az a nyakkendő hogy van megkötve, szép legyen. És azért a magyar helyzetet megnézve, az a nyakkendő csomó, amit rajtam látok, sokszor imádom, mikor ilyenek, figyelj, hogy kötöd meg a nyakkendődet, tehát össze-vissza áll. Jaj, drága kicsi húsom, hát
tudom, ez direkt így van megkötve, nem azért, mert nem tud az ember nyakkendőt kötni, érdemes megnézni a nagyokat, ki hogy köti a nyakkendőjét. Nyilván van többféle nyakkendőkötési mód, van, aki a Windsor csomóra esküszik, szóval ezek mind-mind-mind ilyen speciális dolgok, de azt gondolom, most nem kell ilyen mélyen ebbe még belemenjünk, bár majd erről is lesz egy kicsit szó a jövőben, hogy hogy lehet például a nyakkendő csomóval üzenni adott esetben. De azt hiszem, hogy ha tiszta cipők, tiszta öltönyök, friss illatok ligájába tudnánk tartozni, akkor az, mint a színház intézményeke globális öröm és ünnepe lenne, ebben egészen biztos vagyok. Viselkedés. Hát itt talán még nagyobb a baj, a mobiltelefon mindig megszólal, tehát hiába mondják, hogy kapcsoljuk ki a telefonokat. Valahogy ezek a lenémított telefonok megszólalnak, az időben való érkezés, a pontosság. Tehát nem annyira jó fej a pontosság, és hogy milyen állapotban. Láttam már olyat, hogy a tizedik percben valaki takony részegen beavászkodott a második sor közepébe. Nyilván ez a színészeknek rettentő kellemetlen, a nézőknek, szóval azért ez egy közösségi játék, egy közösségi élmény, amit egy ember azért eléggé el tudja rontani a nagy pillanatokat. És a viselkedésnek az a része az előzékenység. Tehát a nőkkel a ruhatár, látom a ruhatárba, férfiak, hát ott olyan topogás megy, olyan topogás, hogy ahhoz képest Michael Flatley egy ilyen ipari betanuló volt, mindenki steppel egy helybe áll, mert nem tudja, hogy mit kéne csinálni. Ráadja, nem adom rá, ő veszi-e, felveszi. Azt hiszem, hogy egy férfi akkor tud a legelegánsabban viselkedni, ha bemegy, leveszi a nőről a kabátot, utána magához veszi, elsétál vele a ruhatárba, ott leveszi a saját kabátját, átadja a ruhatárosnak, ad borravalót, elteszi a bilétát. Szóval nem kell ott a párunkkal ott ebben a tumultusban részt venni. A végén, amikor a színházi előadásnak vége, ott meg pláne a férfi odamegy, először felveszi a saját kabátját, és a végén adja rá a partnerére, hiszen először inkább ránk melegedjen, mint a hölgyre. És ha ezeket tudjuk, ha ezeket a szabályokat tudjátok, akkor nincs ott ez a teljes tanácstalanság. És mindegy, mekkora vállalatod van, sok milliárdos céged, vagy éppen egy egyetemista vagy, ennél férfiasabb dolog nincs, mikor az ember tudja a szabályokat, tudja, hogy mit illik, mit nem illik. Például mit nem illik? Nem illik szünetben, ha a darabban van egy szünet, vagy akár kettő, hogy bemész, és te úgy gondolod, hogy 5 perc alatt bepótolod a 2021-es év elmulasztott partijait a Covid miatt, és te 17 másodperc alatt gatyára vágod magad. Nem egy, nem kettőjét lehet látni, amikor már tényleg úgy érkezik be a második felvonásnál, hogy nem tudja, hogy jön vagy megy. Szóval ezek a, mindennek azt gondolom megvan, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet inni egy finom italt, nem erről beszélünk. De azt hiszem, hogy nem annyira jó, amikor a melletted lévő bormámorban úszik, és azt párologja ki a teste. Szóval ezek azt hiszem olyan pillérek, amiket ha betartunk, akkor egy közösségi élményé válik, vagy tudunk ilyen szociális katasztrófákat demonstrálni a színházban. És ebből még 1000 példát lehetne, tehát ebből 3-4 órás videót is lehetett csinálni, de azt hiszem, ha ezek a pillérek rendben vannak, az öltözködés, a higiénia, a viselkedés, a pontosság, akkor az egész valahogy olyan magasztos állapotba kerül. És a végén a taps. Látom, hogy vannak olyan emberek, akiket kifejezetten zavar, hogy tapsolni kell. Ez hozzátartozik. Hihetetlen érzés megtapsolni, ez egy elismerés, hogy egy olimpikonnak tapsolsz, mikor megnyeri, és újongsz, mikor megnyeri az olimpiát. A színházban lévő fantasztikus színészek, rendezők, karmesterek, ezzel tudjuk kifejezni azt a fajta örömet vagy hálát, amit érzünk irántuk, hogy milyen élményben részesítettek minket. Úgyhogy ha ezeket betartjátok, figyeltek erre, jobban fogjátok élvezni a színházat, és hiszem azt, hogy kulturálisan lehet egy olyan értéket képviselni, hogy a színház intézménye oda kerüljön, ahova való, és ahol azt gondolom méltó helyet foglal el. Ha tetszett a videó, és ha szeretnél még hasonló tartalmakat hallani, iratkozzál fel a csatornámra, vagy olvasd a blogomat, illetve kövessél a különböző social media felületeimen, de addig se felejtsétek el, a stílus van, minden van.